Akulitust avattak az egri érseki papnevelő intézetben. Magsó Péter papnövendék az oltár körüli szolgálatban, a liturgiában lesz a diakónus, a pap segítője ezentúl. Csütörtökön reggel, magyarok nagyasszonya ünnepén, az egri szeminárium kápolnájában tartott szentmisén dr. Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében kiemelte: döntéseink meghozatalakor egy folyamat részei vagyunk, összefüggnek választásaink, elhatározásaink. Így van ez az egyház életében is. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya ünnepére utalva a főpásztor elmondta: Mária döntése meghatározza életünket, mint ahogy Szent István felajánlása is. A Szent Király nem végső kétségbeesésében ajánlotta a szűzanyának az országot, hanem azért, mert élete során minden nehézségben az ő segítségét kérte. Minden döntésnek előzménye van, a papság felé vezető út is egy folyamat, mely Isten hívására jön létre, és mennyei édesanyánk oltalmára számíthatnak azok, akik igent mondanak, hiszen Mária engedelmessége is példa. A boldogságos Szűz Mária életében is az a mozzanat, amelyet hallottunk az angyali üdvözlet, az bizonyára nem teljesen felkészületlenül érte, hanem úgy érte, hogy ő az Istennel egy mély belső lelki kapcsolatban áll, hiszen az Isten kezdettől fogva kiválasztotta ő arra a feladatra, arra a hivatásra, amelyre meghívta, hogy mindannyi édesanyja mindenekelőtt az üdvözítő édesanyja legyen. És így benne nyertünk mi is fiúságot. Úgy tekinthetünk rá, mint mennyei édesanyja. Az ünnepi szentmise végén dr. Ternyák Csaba egri érsek a szűzanya oltalmát és közbenjárását kérte a hivatásokra.